Selmjén Zsolt 2017-ben írta alá a 2021-es vadászati világkiállításról szóló megállapodást a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanáccsal. Akkor a kormány 387,5 millió forintba határozta meg a büdzsét, de a vadászati kiállítás költségei nagyon elszaladt. Ezt is csak egy kósza MTI hírből tudtuk meg. 2019-ben írták meg, hogy a fő helyszín, a Hungespo nettó 55 milliárd forintból újul meg, ami sokszorosa a korábban bejelentett összegnek. 2019. novemberében további két, fél évvel később pedig még 1,7 milliárd forinttal nőtt az összköltség, ráadásul a koronavírus járvány alatt a gazdaságvédelmi alapból. Tavaly júniusban szintén az alapból 2,1 milliárd forint jutott a kiállításra, májusban pedig még 6,7 milliárd kaptak az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. A kommunikációra is sok közpénz ment el, az állami pályázatokat sorra elnyerő Balási Gyula cégei több mint 2 milliárd forintot kaptak a kommunikációs feladatok elvégzésére, és több száz millióból készülnek a vadászati világkiállítás szobrai és az ominózus agancskapu. Egyébként arról volt szó, hogy a kaput csak hullajtott agancsból építik meg, később viszont kiderült, hogy a felsőbb, kevésbé látható részeken lefűrészelt agancsok is voltak. Selmjén Zsolt korábban azt mondta, hogy mivel Magyarországon 670 ezer horgász és vadász van, a családtagokkal együtt 1,5 millió ember kötődik a vadászathoz, halászathoz, ezért nagyon sok látogatóra számít. Kovács Zoltán természetesen azt mondta a rendezvény végén, hogy 616 ezer ember ment el a Hungespóra, és nagyjából 1,5 millió a többi programra, így 2 milliónál többen látták a világkiállítást, ha hiszünk Kovács számain. Az igazság az, hogy a világkiállításhoz több olyan eseményt is hozzácsaptak, aminek nincs, vagy nagyon távoli köze van a vadászathoz. Az összlátogató számba azokat is beleszámolták, akik a négyes fogadhajtó Európa-bajnokságon, a Kincsenparkban tartott lovasgálán, vagy egy Erkel színházban tartott balett előadáson is részt vett. Összességében a világkiállítás költsége nagyjából 80 milliárd forintnál tart, ami lebontva nézőnként 38 ezer forintot jelent.